Több lakossági megkeresés is érkezett a Gyula televízióhoz azzal kapcsolatban, hogy szerda reggel óta orrfacsoró bűz érezhető a város több pontján. A szakhatás miatt azonnal elindultak a találgatások, vajon milyen probléma idézhette elő ezt a Gyulán szokatlan jelenséget. Bányai György, a Gyulai Közüzemi Kft. Üzemvezető helyettese arról tájékoztatott, hogy a gyulai szennyvíztelep felől érkezik a szag, ami egy ritkán előforduló helyzet miatt alakult ki. Ezt több dolog együttállása idézte elő. Nem az uralkodó szélirányának megfelelő a szél, az éppen aktuális szél iránya, leszálló légáramlat van, tehát a légnyomás viszonyok is olyanok, hogy nem segít a kiszellőzésnek, a függőleges felfele áramlásoknak, hanem inkább elterül ez a szaghatás a talajfelszín felett, és ezt a szagot, ezt most a szél a város irányába sodorja. A telepet több évtizede építették, az akkor modernnek számító technológiával, és előtte a szakemberek megnézték, hogy Gyulán mi az uralkodó szélirány, és ennek figyelembevételével választották ki az építmény helyszínét. A mostanihoz hasonló helyzetre nem lehet felkészülni, de semmilyen működésbeli probléma nem lépett fel, a rendszer tökéletesen üzemel. A szakhatás a délutáni órákban megszűnt.